Augusztus vége és szeptember eleje környékén megszaporodnak az ingatlanbérléssel kapcsolatos hirdetések szerte az országban. Elkezdődik a tanév, és sokan, akik a lakóhelyüktől távol járnak iskolába, gyakran költöznek inkább albérletbe. Ahhoz viszont, hogy a lakáskiadás és bérlés zavartalanul működjön, nem árt, ha mind a bérbeadó, mind a bérlő tisztában van pár alapvető szabállyal. Fontos, hogy a bérleti feltételeket írásban rögzítsük, és legyen a bérlőnek érvényes lakásbérleti szerződése, és célszerű a bérleti díjnak a megfizetését is dokumentálnia. A legegyszerűbb akkor, hogyha a bérleti díjat átutalással fizetjük, és itt ugye a közlemény rovatba be kell írni a dátumot és a bérleti díj megnevezést, és ezzel tudjuk igazolni a bérleti díjnak a kifizetését. Azok, akik kiadják az ingatlanjukat, fontos, hogy tudják, a bérbeadásuk áfamentes, illetve nem kell az adóhivatalhoz bejelentkezniük, nem kell adószámmal rendelkezniük. Fontos, hogy arról az esetről beszélek, ugye, amikor magánszemély részére ad ki lakóingatlant hosszabb távra lakhatás céljából. A lakbért, ami az ingatlan kiadásból származó bevétel, azt a bérbeadónak nyilvántartania kell, tehát nyilvántartást kell vezetni tulajdonképpen erről. A bevételből a bérbeadó kétféleképpen számíthatja ki a jövedelmet, vagy tételes költségelszámolással, vagy pedig 10% költséghányad alkalmazásával. A bérbeadónak az ingatlanból származó jövedelméről évente egyszer személyi jövedelemadó bevallást kell benyújtania, és 15% jövedelemadót kell megfizetnie utána, illetve negyed évente SZIA előleget kell fizetnie.